Üdvillő módon mindenkinek. Ez itt a... Hát még kérdés is a címe, de majd kitárgyaljuk majd később egy kicsit. Lényeg az, hogy némi kis szerszámhasználat, némi kis villanyóra, stb. Akármi felhasználásával kicsit upgrade-eltem itt a dolgokat. Van nekünk egy bemenő villanyóránk, bemenő biztosítékkal természetesen. Kimenő villanyóránk, kimenő biztosítékkal természetesen. Ő a Solarhoz tartozik. Meg ne írd nekem, hogy miért nincs külön, azért nincs külön, mert egybe van. Na. Igen, túlfesz levezető az kint van, nem itt bent. Be se hoztuk idáig. Mi a francnak jöjjön idáig, azt itt menjen le. Menjen ott egy bűn lefelekint. Lényegi kör. Be kell indítsuk az invertert, át kell tenni utility módba, és beletekerni mindkettő órába valamennyi keveset. Ezek szűz órák, szóval elvileg nulláról kellene, hogy induljanak, hát mivel én bontottam ki dobozból, tehát nem volna szabad, hogy legyen benne semmi. De le kell ellenőrizzük, hogy ha hálózatból érkezik a villany, mind a kettő órának villogni, mérni kell, stb. És akkor ezt stílusosan kettő darab ilyen kis hősisivel fogjuk megcsinálni. Akkor kezdjük, hogy felkapcsolom az első kis megszakítónkat. És nullás. Tehát nulla-nulla ott van. Felkapcsolom a második kis megszakítónkat. És nem történik semmi azért, mert ki van kapcsolva az inverter. Bekapcsolom az invertert. És akkor majd mindjárt fog itt is csinálni. Hopp, meg is jött a villany a házba. Hallottad? Egy gyönyörűségesen, ez meg zölden világít, érdekes. Hát nem egyforma kettő, nem kaptam két egyformát. 0,008 van benne. Tehát kipróbálták az órát előtte, nem tudom, a gyárba próbálhatták ki, vajon? Na mindegy is. A lényegi kör, hogy most gyönyörűségesen átállítjuk hálózat üzemmódra a dolgot, mert én látni akarom ezeket az órákat normális üzemben. Tehát utility bypass. Ott van. És akkor itt mind a kettőnek villogni kell, amit egyébként meg is tesz. Lényegi kör, hogy 0,1-et legalább bele kell tekerni, hogy lássam a bemenő oldalt és a kimenő oldalt is, mert most nem az inverter dolgozik. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik az már ment egy kicsit. Már 0,09-en van. Ugye ennek több fogyasztást kell elengedni, hogy mert ugye ő csak egy tizedesig mutatja. Hát elég nekünk az egy tizedes egyébként. Nyilvánvalóan ez is fogja majd a tizedeseket lefele csippenteni, amikor elérünk majd egy olyan nagy eredményhez, hogy már nem tudja kimutatni csak egészbe. Illetve, hogy egy fél tizedes, hát ez szépen megy, ne látom, hogy a második óránk az nagyon jó a kimenő, a bemenő az még nullán van. De szépen villog. Na, mindjárt meg lesz ez. Várunk egy kicsit. Ez még itt olyan jó tolja a meleget. Ó, meg jól esik egyébként, elég hülye hideg szél fúj. Jaj, mondjuk így, nem mondja már ilyet, hülye hideg szél. Nagyon jó szél fúj gyakorlatilag. Fújja a ventilátorokat. Egyszer egyik barátom dicsekedett, hogy ő nagyon jól gazdálkodik a villannyal, mert ő is felszerelt így egy bemenő órát, meg egy kimenő órát. És mondta, hogy ezt nézd meg, nullán van még mindig. Nagyon jó, azt mondja, nem is láttam az invertert se átváltani, meg minden. És kiderült egy fél év múlva, hogy rosszul kötötte be a villanyórát. Hát röhögtem nagyon gyakorlatilag, pedig mondtam neki, hogy mondom, tekerjél bele valamennyi keveset, hogy győződjünk meg róla, hogy biztos, hogy jól működik. Ne csapd be magadat. Mert ugye más nem csap be, mert ő nem csinál videókat. Csak saját magát csapta be vele, de végig azt hitte, hogy nem fogyik a hálózatból semmi, és közbe fogyott. Ott van, megjelent. 01, 018. Tehát stimmel. Kikapcs. Na pocsékoljátok nekem itt a villanyt. És akkor azt mondom, hogy mehetünk SBU üzemmódba nyugodt szívvel. Télen egyébként itt még lehet használni a soul módot is, mert ugye itten csak soul mód van, utility és SBU.
A régi szólmódok egyébként arra szolgáltak, hogy ameddig süt a nap, addig menjen napelemről és akkulórarendszer, ahogy a nap lemegyen, magától menjen hálózatra, tehát téli üzemmódba. Ez nagyon-nagyon praktikus egyébként, hogy ne nyúzzuk nagyon az akut, mert nyilván nem termelődik egy. Attól függ egyébként, hogy mennyi termelődik nyilvánvalóan, de jó. Na, akkor itt marad minden így, ahogy van. Innen indítjuk az aurálásokat. Ez még így is átlátszik. Nem tudom, mindegy, majd kinyitjuk, az a biztos. Itt mindjárt elkezdünk akut tölteni nagy valószínűséggel. Nézd meg, alig van 8 órát se írunk, és már 241 voltos a hálózati feszültség. Borzalmasan magas szinteken ugrál. Itt meg szépen töltikélünk. 400 voltos munkapont. Ezt tolja neki. 5 amper a PV-ből. 2,2 kW már bejön, és ez akutöltésre megy. 41-43 amper még most emelgeti szépen. Na, nagyon baba. Akkor most, hogy működik a rendszer, szigorúan csak a Nagy Zoli kedvéért főzzünk egy Only Solar kávét. Napelemből és akuból. Bár most lesz Only Solar, mert már 3,5 kW-nál járunk, tehát a munkapontot szépen tanálja, úgy látom. Nincsen gond. Jelen pillanatban 94,5%-on van az akunk. Töltődik 62 amperrel, 13,5 kW a töltöttségünk. Tehát azért itt szépen látszik, hogy a rendszer gyakorlatilag csak pihent. Hát ellátja, amit kell lényegében, de túlságosan nem mentünk le. 90%-ig csökkent csak. A lényegi kör az viszont az az, hogy csináljunk egy Only Solar kávét. Igaz, hogy itt az akunak a merülését fogjuk látni, amit elvileg nem fogunk látni, csak az, hogy kevesebb fog töltésre menni. Hát annyira nagyon nem is rántja meg. Konkrétan egyáltalán. Pedig most ő vizet melegít. Ja, hogy már megmelegítette a vizet, oké. Na, jók vagyunk, az a lényeg. Elvileg ez megeszik egy ilyen 2 kW-ot, ez a kis mini kávéfőző. Ezt mégis el van. Alig 40 amperbű se. Teljesen napelembű megy, tehát zavartalan a töltés mondhatni. Mondja, hogy egyes gomb. Egy baj van egyébként ezzel a full automata kávéfőzővel, és pedig len, hogy talán egy picit nagy az induló teljesítménye, bár az 5 kW-os inverterhez ez nem probléma. A másik az az, hogy borzalmasan hangos. Borzalmasan hangos. Hallgass meg! Kész. De finom a kávé, amit főz. Sziasztok! Bocsánat, üdv illő módon mindenkinek. Ez itt a Rezsi Perceknek egy nagyon-nagyon különleges kiadása. A következő a helyzet. Elértem otthon a fogyasztásoknál, a nettó fogyasztásnál a 3 megawattot, tehát most már az inverteremből kijövő mennyiség az 3 megawatt. Itt a képernyőn is lehet látni, de majd ki lesz nagyítva, fogjátok látni. A kis mérőeszközön 974 kWh látható, és a mérőórán pedig 3977, tehát már meghaladtam a nettó 3 megawattot, amit most már termelt a napelemes rendszer.
Tehát én ugye ezt a rezsiperceket én ezékeztem el, hogy ezeket beszámoljam erről, de hát most már nincsen miről beszámolni, mert most már működik a rendszerem. Tehát hogy ez a rezsiperceket én szerintem most már be fogom fejezni. De hát az volt, hogy valami licenszet át akarják tőlem venni, és hát a licenszhez viszont némi, hát azért mégiscsak legyen valami bevételem, egy kis reklámot azért így szeretnék elhelyezni majd a jövőbeni jogtulajdonosnál, hogy azért lássák, hogy honnan indult el az az egész történet, tehát mutatom is, hogy mi lesz ez a reklám, illetve azt is, hogy ki fogja ezt az egész műsort átvenni, átadom neki a stafétabotot, és ő fogja innentől kezdve továbbvinni a rezsipercek műsort, és hát remélem ugyanúgy fogjátok szeretni, mint hogy én is szeretem ezt, vagy szerettem ezt, mert most már ezt a gyermeket átadom most már fölnevelni, és lehet továbbvinni ezt a kis taníttatást, és mutatni az embereknek, hogy miért is jó napelemes rendszerrel, akár még széltúrbinákkal is dolgozni. Na szóval a következő a helyzet, hogy itt a licenszdíjhoz tartozik egy ilyen kis hűtőmágnes, amit fölhelyezek a sárga oltárra, hogy a jövőben mindig lehessen látni, hogy a rezsiperceknek ki volt a eredeti jogtulajdonosa, és szeretném hívni az új tulajdonost, hogy mutatkozzon be. Üdvillő módon mindenkinek, ezennel átkereszteltük a rendszert. Innentől kezdve mikroszívvel fogja továbbvinni a rezsipercek műsorát. Így lehet, hogy egy kis pluszt is hozzáteszünk, de attól függetlenül az eredetet nem feledjük soha. Mert hogy ennek ott kell maradnia. Az ott lesz. Az nagyon jó helyen van. Battonyára megvettétek már a jegyet? Én nem. Miért nem? Hát, hívtak. Tele vagyunk invertermágnesekkel. És ilyen invertermágnest minden részvevő fog kapni, aki jön Battonyára. Szóval, tehát hivatalos is megkaptuk a rezsipercek licenszét, immáron használhatjuk is nyugodtan, és ezt meg is fogjuk tenni, ugyanis jövő hét szerdán jelentkezem az adatokkal, és majd jól kielemezzük, hogy mit tudtunk eltárolni, vagy mit nem tudtunk eltárolni, mit kellett venni, vagy mit nem kellett venni. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akkor iratkozzál fel a többi csatornára is. Na csá!